Hare Krishna, szeretettel köszöntök mindenkit, és teljesen meg vagyok hatódva, hogy még ebben a késő délutánban is ilyen sokan elviseltek bennünket, és itt maradtak. Pont a szünetben mondtam a Csabának, hogy a létkérdés konferenciáknak az a tragédiája, hogy délutánra már ki szoktak ürülni, a közönség el szokott menni, de úgy látszik ez most egy igazi csoda, ami történik. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy még a bhajant is kibírják. Még a bhajan végéig is itt maradnak. Nagyon jó. Csak most nem tudom eldönteni, hogy melyik kezemmel mit csináljak, de azért megpróbálkozom. Tehát Rupa Goswami Bhakti Rasamrita Sindhu című művéről lesz szó. Ez Rupa Goswaminak a főműve, és szanszkrit nyelven íródott, és ezért a könyvért megkapta a Vaisnava közösségtől Rupa Goswami a Bhakti Rasácsárja, a Rasának az ácsárjája, tehát a Krisnával való kapcsolatból eredő transzendentális elvette a kenyeremet, ezt én csináltam eddig. Tehát Krisnával való transzendentális kapcsolatokból eredő íznek a tanítómestere címet. Nem beszélek Rupa Goswamiról, hiszen Shyama Sundar Prabhu ezt már megtette előttem, csak annyit, amennyi a kontextushoz szükséges, hogy megértsük a mű körülményeit, a megírásának különleges körülményeit, mert hogy ezt ugye 1515-ben írta, vagy 1515-ben találkozott Rupa Goswami Prajágban, a mai Allahabadban, ami arról híres, hogy ott folyik össze a három szent folyó, a Ganges, a Yamuna és a Saraswati, tehát ez egy nagyon híres hely, vagy nagyon nagy zarándokhely. És akkor itt találkozott Sri Chaitanya Mahaprabhu, aki éppen Vrindavanból ment Puriba, haza, újból Rupa Goswamival és a testvérével, Anupamával, és akkor mind a kettőjüket tanította ezen a Dasashvamedha Ghat nevű fürdőhelyen, ami ugye a Ganges partján van, és 10 napon keresztül történt ez az oktatás. És Sri Chaitanya Mahaprabhu ezekre a témákra tanította 10 napon keresztül Rupát és Anupamát. A Krishna tattváról, ugye a tattva az azt jelenti, hogy igazság, mint ahogy a reklámhelye is egyben, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola tudományos folyóiratát, amit remélem nagyon sokan megvásároltak már a szünetekben. Tehát, hogy a Krishnáról szól a igazságról, a baktiról, vagy az odaadó szolgálatról szóló igazságról, a rasszatatváról, Krisnával való kapcsolatról szóló igazságról, és a Bhagavata Siddhantáról, azaz Srimad Bhagavatam végső végkövetkeztetéseiről szóló dolgokról tanította őket 10 napon keresztül Sri Chaitanya Mahaprabhu. És ugye ez azért is különleges ez a dolog, mert Krisnadász Kavirács Goswami, akiről a következő előadásban lesz bővebben szó, mert a kettő leghíresebb vagy legjelentősebb életrajz írója a Sri Chaitanya Mahaprabhunak, az Krisnadász Kavirács Goswami volt, és a Sri Chaitanya Charitamritában ő azt írja, hogy valójában az történt, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu belépett Rupa Goswami szívébe, és ezt a tanítás felhatalmazta őt, és amikor azt kérte tőle, hogy írjon transzcendentális műveket a bhakti tudományáról, mert ugye többek között ezt kérte Rupa Goswamitól Sri Chaitanya Mahaprabhu, akkor valójában Rupa Goswami semmi újat nem csinált, hanem csak azt a tudást, amit Sri Chaitanya Mahaprabhu a szívén keresztül diktált neki, azt formába öntötte, és ez a formába öntés így a 1520-as években történt meg. Most, hogy miért tette ezt, ennek kettős célja volt. Egyrészt, hogy megalapozza Gaudiya Vaisnava teológiát, amit Sri Chaitanya Mahaprabhu a gyakorlatban mutatott be. Tehát ő maga ezt a gyakorlatban mutatta be, és akkor ehhez kellett szentírási megalapozás. És akkor ez azért is szükséges volt, hogy a hívők tudják, hogy mit csinálnak, és azt, hogy hogyan kell csinálni ezt a Gaudiya Vaisnava vallás gyakorlatot. És Rupa Goswami képesítettségét így is megfogalmazta Krisnadász Kavirács Goswami, hogy nagyon hűségesen követte az úr által hirdetett elveket, tehát ő maga is egy nagy követő volt, egy nagy gyakorló bakta,
és ezért képes volt arra, hogy helyesen magyarázza el az Úr kedvteléseit, és ezért megáldotta Sri Chaitanya Mahaprabhu a kegyével, ugye mondtuk, hogy a szívén keresztül belépett a szívébe, és így képes volt arra, hogy transzcendentális műveket írjon. És erre azért is alkalmas volt, ami ugye a Gaudiya Vaisnaváknál, meg nem csak a Gaudiya Vaisnaváknál, csak nálunk, ez különlegesen hangsúlyozott dolog, mert hogy nagyon alázatos volt Rupa Goswami, és ez egy képesítettség mindenfajta nagy tetthez a bhakti tudománya terén, meg nem csak a bhakti tudománya terén, hanem valójában minden más tudomány terén is, csak ezt lehet, hogy a modern tudósok nem tudják. Ez egy olyan mű, ami nagyon-nagyon nagy jelentőségű, és nagyon sokan hivatkoztak rá, és nagyon sokan összefoglalták, bemutatták, de igazán jelentős magyarázatokat ketten fűztek hozzá. Jiva Goswami, aki a 6 vrindávanai Goswami közül a legfiatalabb volt, és aki egyben Anupámnak, mert 3 voltak testvérek, Rupa Goswami, Sanatana Goswami és Anupám, csak Anupám nagyon korán meghalt, tehát amikor mentek vissza ezután, a tanítás után, Puriba útközben Anupám elhagyta a testét, de maga után hagyta a picike gyermekét, pár éve, 1-2-3 éves gyermekét, Jiva Goswamit, aki ugye nagybátyáival lakott aztán utána Vrindávanban, és ő volt az, nem tudom, hogy az egyetlen, de úgy szól a hagyomány, hogy az egyetlen avatott tanítványa a Rupa Goswaminak, és akkor ő írta ezt a magyarázatot, ezt a Durgama Sangamani című magyarázatot, és aztán 120 évvel később egy másik nagyon-nagyon híres kommentátor, Gaudiya Vaisnava kommentátor, Viswanath Chakravarti Thakur pedig érte ezt a Bhaktisara Pradarsini Tika nevezetű magyarázatot. De amiről ismerjük, vagy akiről ismerjük ezt a művet, a Bhakti Rasamrita Szindút, vagy aki által ismerjük, az nem ők, hanem Srila Prabhupád, Éci Bhaktivedanta Swami Prabhupád, aki megírta ennek a Bhakti Rasamrita Szindúnak az összefoglaló tanulmányát, az Odaadás Nektárját. Odaadás Nektárja címen itt van, így látható. Ez a kiadás külseje, vagy a könyvnek a külseje. Na most ez nem egy kommentár, hanem ez egy összefoglaló tanulmány. És nem is az a dolog, nem is egy fordítás, tehát nem egy olyan dolog, amit Srila Prabhupád csinált mondjuk a Simad Bhagavatammal, vagy a Bhagavad Gita-val, hogy vette a szanszkrit szöveget, azt szavankérti fordítást adott neki, aztán lefordította a verset, majd utána magyarázatot fűzött hozzá, nem ezt tette, hanem itt sokkal szabadabban kezelte a szöveget. Azokat a verseket, amelyeket úgy látott, hogy nagyon relevánsak, nagyon fontosak, azokhoz hosszú-hosszú magyarázatokat fűzött. De azokhoz a versekhez, amelyeket úgy látta, hogy nagyon bonyolult, és nem nagyon érthető a mai ember számára, vagyis hogy egy nem beavatott számára nem könnyen érthető, azokat főleg a vége felé egyet ki is hagyott. De nem sok verset hagyott ki, mert legtöbb verset valamilyen módon összefoglalta. Tehát, hogy ez, és az volt általában a munkamódszer, ezt mindig szoktam mondani a hallgatóknak, hogy egybekezdés, egy vers. Egybekezdés, egy vers. Tehát ez általában ez a munkamódszer, nem mindig, de ezzel úgy viszonylag jól lehet, el lehet boldogulni. Miért tette ezt Srila Prabhupád? Tehát miért nem csinálta azt, hogy lefordította ugyanúgy, mint a Bhagavad Gita-t? Miért nem? Ez egy nagyon jelentős mű. Igazából tényleg nagyon jelentős mű, tehát miért nem ezt tette vele Srila Prabhupád? Ennek nagyon sok oka van. Többek között a legfontosabb oka az, hogy 2129 versből áll, magyarán 3-szor annyi versből áll, mint a Bhagavad Gita. És Srila Prabhupád, amikor ezt elkezdte írni, akkor már hát bőven elmúlt 70 éves, mert hogy ezt 70-ben írta, 1970-ben írta meg, akkor mennyi is volt, 74 éves volt. És hát akkor még nem fordította le teljes mértékben a Bhagavatamot, és egy még csomó más dolgot sem fordított le, amit akart, és hogy nem volt erre egyszerűen életideje, hogy ezzel a nagyon hosszú művel ugyanígy járjon el. Ha lett volna, akkor biztos, hogy megtette volna. Aztán
Miért volt erre szükség, hogy ezt a könyvet mégis így módon átadja? Azért, mert ez a mű nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valaki, hogy a tanítványai, akik akkor még nagyon fiatalok voltak, hogy igazából tudják gyakorolni az odaadó szolgálatot. És ez egy sokkal sürgetőbb szükség volt annál sem, mint hogy nagyon részletesen és nagyon tudományosan adja elő a művet, hanem nagyon gyakorlati szükség volt arra, hogy a követői minél gyorsabban megismerjék. Ugyanakkor be akarta a világnak azt is mutatni, hogy az odaadó szolgálat az mennyire fontos és mennyire szép dolog. Nem csak, hogy fontos, hanem mennyire szép is valójában. És egyáltalán nem motiválta az, hogy a tudósok elismerést szerezene tudósok körében, az indológusok körében, bár ez máskor sem motiválta. Az más kérdés, hogy sikerült ennek azért többnyire megfelelnie. És a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán is a Bhakti Rasamrita Szindút Srila Prabhupádnak a összefoglaló tanulmánya az odaadás nektárja alapján tanítjuk. És bár ezt a könyvet sem lehet most jelen pillanatban kapni, de én nem vagyok annyira drámai, mint Shyama Sundar Prabhu, mert hogy ezek a könyvek azért jócskán megszerezhetők, például, hogyha elmegyünk egy antikváriumba, megrendeljük, nagyon-nagyon sok példányt azért, hogyha valaki egy nagyon kicsit kitartó bármelyik könyvet meg fogja tudni szerezni. Arról nem is beszélve, hogy a legjobb módszer az, hogyha eljön a főiskolára tanulni, mert itt garantáltan ki tudja venni a könyvtárból, vagy valamilyen formában hozzá fog jutni, úgyhogy ez is egy reklám helyen állunk. Oké, Bhakti Rasamrita Szindú tárgya. Minden műnél, és ezt a védikus szentírások, a védikus, hogy mondjam, ezt nagyon jól ismeri, hogy egy nagyon fontos elv az, hogy a cím az leírja a tárgyát a műnek. Hogy a cím az pontosan leírja a tárgyát a műnek. És hogyha ezt megnézzük, ez a mai napig érvényes elv, mindig Spíró György Fogság című művének a címét szoktam erre példaként felhozni, hogy ez mennyire egy zseniális cím valójában, és hogy tényleg még a szép irodalomban is a mai napig érvényesül ez az elf, hogyha a cím az megfogalmazza a műnek a lényegét, akkor nyert helyzete van. És ugyanígy a Bhakti Rasamrita Szindú című cím is megfogalmazza teljes mértékben a műnek a tartalmát, és ezt úgy fogjuk jól meglátni, hogyha ezt a négy szót, Bhakti, Rasa, Amrita, Szindú, ezt végignézzük és elemezzük. Mert mit is jelent a Bhakti? És ez persze Prabhupádnak az interpretációja alapján tesszük. Tehát mit jelent a Bhakti szó? Bhakti szó azt jelenti, hogy odaadás, szeretet, de aztán Srila Prabhupád úgy fordítja le, hogy odaadó szolgálat, mert hogyha az odaadás nem inspirál bennünket tettekre, aktív tettekre az iránt, akit szeretünk, és csak üldögélünk, és el vagyunk merülve abban, hogy jaj, de szeretem, annak nem sok teteje lesz, ugye? Tehát abból még lehet, hogy akit szeretünk, az észre se vesz semmit sem. Ez ugye elég gyakran előszokott fordulni a plátói szerelem esetében. Ugyanakkor felvetődik az a kérdés, hogy lehet úgy szeretni, hogy ez a szerető ösztön, ami minden emberben jelen van, és amit mindenképp ki kell élnie, egyébként nem tud boldog lenni, hogy tudja úgy kiélni, hogy mindenkinek elégedettséget okozzon. Tehát ne legyen egy kizáró dolog belőle. És akkor azt mondja Srila Prabhupád, hogy ezt úgy lehet mindenkit átölelővé tenni, hogyha a legfelsőbb szeretendő lényt, Krisnát szereti mindenki. Tehát, hogy ez az odaadás, ez a bhakti, ez Krisnára irányul. És akkor nagyon jó példákat ad erre, hogy miért van ez így. Azért van így, mert hogyha a fának a gyökerét öntözöm, akkor a levél is elégedetté lesz, még hogyha a levelet öntözöm, akkor tuti biztos, hogy el fog hervadni a fa. Ugye? Tehát, hogy Krisna mindennek a gyökere, és hogyha őt szeretem, akkor minden élőlény szeretni fogok. Aztán, rasa. Mit jelent ez a szó, hogy rasa? A kapcsolatokban miért akarunk kapcsolatba kerülni másokkal?
Azért, mert a kapcsolatokból valamilyen íz, valamilyen élmény származik, és akkor ezt a rasszát is úgy fogalmazhatjuk meg, vagy úgy fordíthatjuk le, hogy transzcendentális íz, vagy transzcendentális hangulat, ami a kapcsolatból ered, és kétféle íz van, vagy kétféle rasza van, a bhakti rasza, ami a Krisna odaadó szolgálatából, vagy Krisnával való kapcsolatból eredő íz, és az anyagi rasza, ami a érzékkielégítésből, vagy más emberekvel való kapcsolatunkból eredő íz, és akkor ezt összehasonlítja Srila Prabhupád, és azt mondja, hogy az anyagi rasza, ami ideiglenes, és csapongó, és könnyen fordul unalomba, ehhez képest a bhakti rasza, az olyannyira magasabb rendű minden anyagi raszánál, hogy még a brahmánandát, ami a személytelen felszabadulásból eredő íz, vagy eredő boldogság, azt is teljes mértékben eljelentékteleníti, olyan, mint a borjú patanyomában, ez nincs itt ez a hasonlat, de mindig ezt szokta alkalmazni, hogy mint a borjú patanyomában összegyűlt víz az óceánhoz képest. Tehát a bhakti raszából, a Krisnával való kapcsolatból származó íz, az annyival hatalmasabb, mint bármilyen más, még akár a brahmánandából származó íznél is. Aztán az amrita. Mit jelent amrita? Halhatatlan nektár. És akkor ez azt jelenti, hogy az odaadó szolgálat nem csak örök, mert hogy az eredménye soha nem veszik el, hanem maga az a nektár, ami felhatalmaz bennünket örök léttel. Tehát, hogy az odaadó szolgálatból eredő íz, vagy maga az odaadó szolgálat az örök is, meg fel is, meg maga a folyamat is transzcendentális. Tehát az örök eredménye is transzcendentális, meg a folyamat maga is transzcendentális. És hogyha a szindu szóval, ami óceánt jelent, az egészet összevonjuk, akkor kijön a tárgy, ami azt jelenti, hogy Krisna odaadó szolgálatából származó óceánnyi, meg nem szűnő és örök létet adó nektári gyönyörről szól ez a könyv. És akkor nézzük meg a bhakti raszamritát szindu szerkezetét és témáit. Látjuk, hogy ha Rupa Goszvámi alkalmazkodott, vagy következetesen alkalmazta saját analógiáját, hiszen itt van az óceán, a bhakti raszának az óceánja, és akkor négy részre osztotta ezt, a keleti, déli, nyugati óceán, északi óceánra, és persze minden keletnél kezdődik, és akkor az első keleti óceánban leírta az odaadó szolgálat szintjeit, aztán utána a déli óceánban leírta azt, hogy ezt a bhakti raszát milyen szimptomák, milyen tulajdonságok jellemzik általában, aztán leírta azt, hogy a nyugati óceánban, hogy milyen fajta kapcsolatokban lehet lenni Istennel, milyen fajta közvetlen kapcsolatokban lehet lenni Istennel, mint látjuk, semleges Isten szeretet, szolgai hangulat, baráti odaadás, szülői kapcsolat, vagy szerelemben végzett, ami ugye a legmagasabb rendű. És aztán az északi óceánban pedig leírta a másodlagos kapcsolatokat, vagy extázisokat, és ez pedig ez hét nevetés, csodálkozás, lovagiasság, együttérzés, düh, rémület, írtózás. Majd aztán a végén a kapcsolatok, vagyis ezeknek a raszáknak a keveredéséből származó ízeket elemezte. Tehát ez a bhakti raszamrita szindunak a tartalma. De ahhoz, hogy mi itt most igazából hasznot vegyünk abból a hátralévő 7 percből előadásunknak, és meglássuk azt, bepillantást nyerjünk abba, hogy Rupa Goszvámi műve mennyire tökéletes, mennyire nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valaki ténylegesen odaadó szolgálatot tudjon végezni, és Rupa Goszvámi költői nyelve milyen zseniális a tömörségével együtt, és ráadásul, hogy Srila Prabhupád interpretációja az elfejtettem a szót, de mindegy, az a lényeg, hogy mennyire jó abból a szempontból, hogy ő alkalmazta persze azt a módszerét, hogy az előző ácsáriáknak a magyarázatait is beleépítette a saját magyarázatába. Tehát ha mindezt együtt akarjuk látni, akkor a legjobb, ha a Paribhasa szútrát most itt együtt elemezzük. Mi is az a Paribhasa szútra? A Paribhasa szútra minden szentírásnak az a verse, az a fő szútrája, ami a műnek a fő állítását tartalmazza, aminek ismerete feltétlenül szükséges ahhoz, hogy megértsük a mű egészét. Na most ez ebben a versben, bocsánat, ezt nem ezt akartam,
hanem ezt, hogy ez ebben a műben, ez az anyábilásita sunyam, Gyána Karmádi Anávritam, Ánukuljéna Krisztánusulanam, Baktér Uttamá vers. Ez az első hullámnak, tehát az első résznek, a keleti óceán első hullámjának a 11. verse. És így szól, hogy amikor az első rendű odaadó szolgálat kifejlődik, a baktának mentesnek kell lennie minden anyagi vágytól, a monista filozófián keresztül szerzett tudástól és a gyümölcsöző tettektől. Mindig kedvezően kell szolgálni a Krisnát, úgy, ahogy Krisna kívánja. És milyen módszerrel fogjuk elemezni? Ez a módszer, amit Sri Chaitanya Mahaprabhu mutatott be, Krisna Das Kaviraj Goswami közvetítésével a Sri Chaitanya Charitamritában, ez a szvarupa és tatasta laksanák rendszerbe foglalása. Mit is jelent az, hogy szvarupa laksana? A szvarupa laksana azt jelenti, hogy elsődleges tulajdonságok. A najákosa szótár szerint ezek azok a tulajdonságok, amelyek mindenképp jelen vannak valamiben, amelyek elsődlegesen jellemzik, és ha ezek közül bármelyik nincsen jelen, akkor már egy másik dologról beszélünk. Tehát elengedhetetlenül szükséges dolgok ahhoz, hogy valamilyen tulajdonságai valaminek. És akkor ez, szintén a szanszkrit hagyomány szerint, ez a második sora a versnek, ez az Ánukuljéna Krisnánusillanam. Ez írja le a három elsődleges tulajdonságát az odaadó szolgálatnak, mert hogy annyira tökéletes ez a meghatározás, hogy két szinten határozza meg a odaadó szolgálatot, mert ugye alapvetően a baktér uttamáról szól, a tiszta odaadó szolgálatról, de ezek az elsődleges tulajdonságok valójában az általában vett odaadó szolgálatot írják le, és majd a tatastálaksanák, a másodlagos tulajdonságok lesznek azok cseles módon, amelyek elmondják nekünk, hogy valójában mi a tiszta odaadó szolgálat, miben különbözik az általános értelemben vett odaadó szolgálattól. Tehát most akkor az általános értelemben vett odaadó szolgálatnak három tulajdonsága van, és ez három szó jellemzi, mégpedig az az Ánukuljéna, Krisna és Anusillanam. Nézzük az elsőt, Krisna. Ez azt jelenti, hogy az odaadó szolgálat Krisnáért van. Kezdhetünk elkeseredni, hogy akkor már nem is szerethetek senki mást, akkor mindig csak Krisnát kell szeretnem, és már senkivel nem foglalkozhatok. Erre föl Srila Prabhupád azt mondja, felvetődik persze ő benne is ez a kérdés, és már is megmagyarázza, hogy nem, mert Krisna valójában mindent jelent. Mert Krisna a forrása mindennek, ő minden energiának a forrása, minden kiterjedésnek a forrása, a dzsíváknak a forrása, tehát nincsen semmi Krisnán kívül. Akkor már is átestünk a ló másik oldalára, akkor ez azt jelenti, hogy ha én most leborulok a padlóra és elkezdem csókolgatni, akkor is odaadó szolgálatot végzek, csak hogy ilyen profán példát mondjak. Természetesen nem, tehát meg kell találnunk az arány középutat, hogy ki is vagy mi is az a Krisna, mint az odaadó szolgálat tárgya, és akkor Srila Prabhupád úgy határozza meg, hogy Krisna az odaadó szolgálat tárgya, mint aki közvetlen kiterjedései, inkarnációi, és minden dolog, ami közvetlen kapcsolatban van Krisnával, ezek a baktái is, és a tárgyak is, amiket Krisna használ murti formájában, vagy a helyek, amelyeken Krisna járt, vagy bármelyik inkarnációja járt, azaz a szent helyek. Ezek mind az imádat tárgyai, és ezek mind odaadó szolgálat tárgyai lehetnek. Tehát ezt jelenti a Krisna szó. Mi a második szó? Anusillanam, ami azt jelenti, hogy az odaadó szolgálat aktív elfoglaltság. Erre már utaltam, hogy nem elég ülni és malmozni, és elmerülni abba, hogy mennyire szeretem, jaj, hanem ebben ki kell, aktív tettekben meg kell mutatkoznia ennek, és akkor azt mondja erre, hogy ez a gyakorlás, ez cselekedeteket jelent. És ezek két fajtája van, a pozitív, a pravritti tettek, és a nivritti tettek, hogy miket kell elkerülni, mit nem szabad csinálni. És honnan tudjuk meg, hogy mik ezek a tettek, amik Krisnának elégedettséget okoznak? Hát a lelki tanítómestertől, és már is látjuk, hogy nélkülözhetetlen a lelki tanítómester utasítása és útmutatása ahhoz, hogy valaki odaadó szolgálatot tudjon végezni.
De nem csak ezért nélkülözhetetlen, hanem azért, mert a lelki tanítómestertől kapott avatás az, ami összeköt bennünket Krisnával, mert az odaadó szolgálat végzésére irányuló inspirációt is Krisnától, magától kapjuk, és ez a Guru Paramparán keresztül jön, mert a Guru Paramparán keresztül kapcsolódunk Krisnához, és ez az a csatorna, a Guru Parampara az a csatorna, amin keresztül Krisna kommunikál velünk, adja nekünk az inspirációt, és mi meg a tetteinket, amit végzünk az ő elégedettsége érdekében, a Guru Paramparán keresztül juttatjuk el hozzá. Ez érthető? Tehát magyarán a Guru Paramparát teljességgel nélkülözhetetlen az odaadó szolgálatban a Guru Paramparához való kapcsolódás. És mi a harmadik jellemző, harmadik Svarupa Lakshana? Hogy az odaadó szolgálatot kedvező hozzáállással kell végezni. Ezt jelenti az Anukuljéna. Igen ám, de amikor a démonokkal harcol Krisna nagyon szeret harcolni. És ezt igazából csak az anyagi világban tudja megtenni, mert a lelki világban nincsenek démonok, akik őt utálnák. Tehát ott nem tud harcolni, ezért mindig az anyagi világban jön, hogyha harcolni akar. És akkor a démonok igenis elégedetté teszik Krisnát azzal, hogy harcolnak vele. És akkor az felmerül a kérdés, hogy a démonok odaadó szolgálatot végeznek. Azért gondoljuk, hogy nem végeznek odaadó szolgálatot, és valóban nem. Miért nem? Azért, mert az odaadó szolgálatnak nem mellékesen elégedetté kell tennie Krisnát, hanem arra kell irányulnia, hogy Krisna elégedett legyen, Krisna elégedett és boldog legyen, tehát azzal a szándékkal kell végezni, hogy én elégedetté akarom tenni Krisnát, és boldogságot akarok okozni neki. Éppen ezért az odaadó szolgálat nál a kedvező hozzáállás a legfontosabb elsődleges jellemző. Oké, menjünk a másodlagos jellemző között a tatastálakshanákhoz. Mit mondaná a Najákós a szótár arról, hogy mi a tatastálakshana? Azt mondja, hogy azok a tulajdonságok, amelyek semmiképpen nem jelenhetnek meg valamiben, hogyha arról beszélünk, arról a dologról beszélünk. Tehát jelen esetben a tiszta odaadó szolgálat semmiképpen sem jellemezhető ezekkel. Tehát ezeket mindenképp távol kell tartani tőle, mert ezek beszennyezik a tiszta odaadó szolgálatot, ezek a dolgok. És ez mi ez a kettő dolog? Ez egyrészt az anyábilásítás unja. A tiszta odaadó szolgálatnak mentesnek kell lennie minden rejtett motivációtól. Hogyha azt mondanánk, hogy anyábilásza, sunnyam, akkor azt mondaná, hogy minden anyagi vágytól mentesnek kell lennie, és ahogy Srila Prabhupád meghatározza az anyagi vágyat, azt mondja, hogy anyagi vágynak hívunk minden olyan vágyat, amely nem az Úr szolgálatára irányul. Akkor már is megijedünk, itt látom az ilyet szemeket, hogy jújjújjúj, akkor senki nem tud soha odaadó szolgálatot végezni, mert ugye éhesek vagyunk, és enni szeretnénk, és az egy anyagi vágynak is felfogható, vagy amikor álmosak vagyunk, vagy ugye az emberi élet az érzékkielégítéssel, valamilyen fokú érzékkielégítéssel és vágyakkal biztos, hogy együtt jár, ami normális, tehát azt nem tudunk eltekinteni tőle, és ezt felfedezte ugye Rupa Goszvámi is, és ezért nem azt mondta, hogy anyábilásza, hogy minden anyagi vágytól mentesnek kell lenni, hanem odatadta azt a kis tat oldalékot, azt mondta, hogy vágy féleségtől, amit mi úgy fordítunk le, hogy motivációtól. Tehát a motiváció az egy olyan dolog, ami egy állandó késztetés valaminek a végzésére, nem egy átmeneti dolog, mert egy anyagi vágy az lehet egy teljesen átmeneti dolog, és például arra, amikor egy bakta életveszélyben van, és imádkozik Krisnától, hogy Krisna, ments meg engem. Az nyilvánvalóan nem Krisna elégedettségére irányuló vágya, de amint Krisna megmentette, akkor már el is múlt ez a vágya, és utána tovább tudja folytatni az odaadó törekvéseit Krisna elégedettsége érdekében. Érthető? Tehát ilyen átmeneti vágy sok lehet, átmeneti anyagi vágy sok lehet, csak arra kell vigyázni, hogy ezek ne legyenek állandó motivációink az odaadó szolgálat végzésénél. Semmilyen állandó anyagi motivációnk ne legyen. Például ne azért jöjjünk a templomba, mert jó feleséget vagy férjet akarunk fogni magunknak. Akkor tatastálakshana. Másodlagos jellemzők közül a második, ez a Jnana Karmádia Návritam, tehát a tiszta odaadó szolgálat nincs befedve sem filozófiai spekulációval, sem rituálékkal, sem pedig gyümölcsöző tettekkel. Ez persze nem azt jelenti, hogy akit
is érdekel a filozófia, vagy aki szereti a Murti imádatot, vagy szeret jógázni, az ugye már ki van zárva a tiszta odaadó szolgálat köréből. Ez nem ezt jelenti, hanem ez pontosan azt jelenti, sőt, a gyána esetében azt is jelenti, hogy az odaadó szolgálathoz, végzéséhez kell tudás, mint amit most látunk. Tehát ez egy komoly és nagyon nagy tudás, amit most adunk át. Tehát ahhoz, hogy valaki tiszta odaadó szolgálatot végezzen, kell ez a tudás, mert ha nem tudja, akkor nem tudja, mit csinál. Mit kell csinálnia. De, hogyha a tudás megszerzése és az abban való elmerülés, az befedi az odaadó motivációt, hogy az egésznek az a lényege, hogy Krisnát elégedetté tegyem, akkor már is ott vagyok, ahol a part szakad, mert nem tiszta, mert befette az odaadó motivációmat a tudás szerzésnek a vágya. Vagy a másik, a karma, itt ebben az esetben azt jelenti, hogy társadalmi kötelességek, vagy rituálék elvégzése. És akkor ez hogy fedi be az odaadó szolgálatot? Úgy, hogyha túl fontossá válik, és elsődleges jelentőséggel bír az életembe. Mondjuk elmegyek egy karmakándi irányba, és akkor nagyon elmerülök a rituálék végzésébe, és már rég elfelejtettem, hogy miért is csinálom az egészet. Ugye? De ezek nem azt jelenti, hogy ezeket a rituálékat nem lehet végrehajtani, mert például Sri Chaitanya Mahaprabhu is végrehajtotta, amikor pindát ajánlott az apukájának. Ez ugye, ez egy olyan rituálé, amit a meghalt szülőnek kell végezni. És akkor a harmadik, amitől mentesnek kell lenni, ez a lemondás, ez az ádi, ez az egyéb dolgok. Ez a lemondás, jóga, stb. Tehát, hogy nem szabad, hogy a jóga az befedje, hogy egyszerűen csak én most annyira szeretek jógázni, hogy már az fontosabbnak gondolom a jógát, mint az, hogy Krisnát elégedetté tegyem, és olyan tetteket végezzek. Ez érthető? Oké. Tehát akkor itt van, ez a tökéletes meghatározása az odaadó szolgálatnak. Anyábilásita sunyam, dzsnyána karmádia návritam, ánukójéni krisnánusillam, baktiruttamá. Ha valaki ezt ismeri, és alkalmazza az életében, akkor tudja, hogy mit csinál, akkor tud tiszta odaadó szolgálatot végezni, és ezáltal nagyon gyorsan visszamenni Istenhez. És hogyha valakiben kedv ébredt ehhez, akkor az én előadásom, ami hát azért túlment az időkereten, amiért bocsánatot kérek, elérte a célját. Köszönöm szépen!